Sziasztok! Most nem voltam egy pár napja, mert beteg voltam. Kicsikét most már jobban érzem magam, de még mindig a hangom az nem az igazi, illetve kapar a torkom, köhécselek. Nem érzem igazán jól magam. Valami ilyesmi. Most megyek a gyógyszertárba, mert tegnap voltunk orvosnál, az egész család beteg egyébként, és kaptunk valami antibiotikumot. De nem volt megfelelő mennyiség nekik, tehát 3 adag kellett volna, és egyetlen egy csomag antibiotikum volt a gyógyszertárban, megrendeltem a maradék 2-t, tehát ugye azt az egyet elhoztuk, a másik 2-t megrendeltem, és most megyek vissza a gyógyszertárba érte. Hát remélem, hogy ha elkezdem szedni, akkor rohamos gyógyulás lesz. Nagyon bízom benne. Nézzétek meg, milyen jó idő van. Hűvös van egyébként, csalóka, mert süt a nap. Így a kocsiba tényleg nagyon szuper. Viszont reggel, amikor elindultam, nagyon hideg volt. Tehát nem jellemző, hogy itt ennyire hűvös legyen. És ugyanakkor legalább 3 napja süvít a szél. Most nem, de idáig folyamatosan azt csinálta, és mondják is, hogy még ma is még mindig nagyon-nagyon erős szél lesz. Gondolom, majd valamikor délután este felé újra jön. És akármennyire jó időnek tűnik, nincs jó idő. Ha kimegyünk, akkor kimondottan hűvös van. De hát látjátok is, hogy úgy általában föl vannak az emberek öltözve, most persze ez a fickó itt rövid ujjúba, kinek milyen a vérmérséklete, meg dolgozik, nem dolgozik, de csak úgy kimenni, tényleg hűvös van. Ez is egy nagyon frankó kis utacska le a Vellibe. Szeretek erre jönni, csendes. Persze reggel a nagy forgalomban semmi nem csendes, tehát reggelente hiába jönnék akár erre, akkor is sokan lennének. Látjátok, milyen szép, oda megyek le a Vellibe arra felé. Miért kell egy ilyen kicsi utcához stop táblát rakni a főútra is, mert hát ugye ez a főút, aminél jövök, az meg valahova fölvisz valami dedentbe, tehát valami zsákutcába, ahol van egy pár ház, nem is értem, hogy mi szükség van rá, de hát nem én csinálom a szabályokat. Mindenféleképpen tankolnunk kell, ugyanis reggel, amikor jöttem munkába, én magam se hittem volna, jelentősen hosszabb ideig tartott az út, mint idáig bármikor. Szóval általában 40-45 perc alatt oda szoktam érni a munkahelyemre, ha szerencsém van, akkor 25-30-35 perc alatt is sikerül. Ma több mint 1 órát vett igénybe, hogy beérjek a munkahelyemre. És nem tudom ennek az autónak, hogyha jelzi az üzemanyag szintjelző, hogy baj van, tehát kigyullad a sárga lámpa, és csipog egyet, hogy figyelj oda és tankoljál. Nem tudom, hogy utána mennyit mehetek még vele. Viszont ez nekem, ahogy elindultam otthonról, ez igen hamar jelzett a lámpa, hogy tankoljak. És én azóta csak megyek. Tehát onnantól fogva én még megtettem körülbelül 7 mérföldet dombra, erőltetett domb. Hegynek nem mondanám, de dombra és araszolva. Hát most már szerintem ott vagyok, hogy bármelyik pillanat kifogyhat az üzemanyagot. Az, ahogy látok, egy benzinkutat megállok. És rakok bele valamennyit. Itt lesz jobb oldalon egy kis benzinkut, megnézem, valószínűleg majd itt megállok.
láthatok egy érdekességet. Itt nézzétek meg, itt megy mellettünk a freeway, és ott persze a néni beállt, és ott a sátorban laknak emberek. Hát ez félelmetes. Ez valami borzasztó. Na, és most megyünk a gyógyszertárba. Elég csumpi környéken van, de az volt az egyetlen gyógyszertár, ahol tegnap találtunk legalább egyetlen egy csomag gyógyszert abból, amire szükségünk volt. Ezekben a lakókocsikban az út szélén emberek alszanak. Itt élnek. Látjátok? Véges telep végig. Homeless-ek. De az nem homeless-ek, mert ám van lakásuk, látjátok. Csak így oldják meg. És akkor nem kell nekik rendelkezni. És most fogunk mindjárt odaérni a Costcohoz. Itt jobb oldalon látjátok kiírva fehér alapon piros betűkkel, hogy Pep Boys. És ott kell bemenni a Costcohoz. Majd próbálom megmutatni. Levettem a tartóról a telefont. Ez a Pep Boys, ez egy autós bolt. Kettő ilyen nagyon híres van, ez a Pep Boys és az AutoZone. Hát ez az egyik, ez a Pep Boys. És itt kell bemenni a Costcohoz. Látjátok, a neve is Costco Dry, és ott van benne a Costco. Talán látszik a felirat. Ja, látszik. Ott van benne a Costco. Ez olyan, mondom, mint ott van a Metro áruház. A csöveském itt húzza az életét, meg tolja a reméljük nem lopott biciklit. Helyes kis feka bácsi. Vagy csak nagyon barna. A sok naptól.
iskolabuszoknál, ha nem tudnátok, elmondom, én is sokáig nem tudtam, nem figyeltem, az a szabály, hogyha, mint ki is van írva rá, látjátok a hátuljára, hogy stop, illetve stop when red lights flash. Tehát bárhol van ez a busz megállva, és villognak a piros lámpái, akkor kutya kötelességet megállni, nem előzheted be a buszt. Na és itt van valahol a gyógyszertár. Az egyik itt a sok közül, nem tudom, hogy találok-e előbb helyet. Nem kísérletezek vele, inkább oda sétálok, dobogva az automatába pénzt, megetetem. Itt valaki lakik, látjátok? Azt a szék, ott van a cucca összecsomizva neki. Elment valahova. Gondoltam, megmutatom ezt is, mert ilyen is van. Hát ez nem egy bizalomgerjesztő környék, de hát Los Angelesben sok helyen van ilyen. És ez a környék sem mentes ez alól. És most ide megyünk a farmáciába. Ide. Itt kaptuk tegnap azt a gyógyszert, egy adagot legalábbis, amiből én most szeretnék még kettőt kapni, mert tegnap megrendeltem. Na, bemegyünk, azt nem mondom, hogy gyorsan megjutatom belülről. Ilyen. Semmi extra. Pár szék. Itt is pár szék. Tévé, hogy ne unatkozza, még vársz. Mindenféle chipsektől kezdve a bábukig. Kenceficék, üdítők. És itt dolgoznak bent ketten, egy idősebb fószer meg a csajszi. Nem akarok az arcukba videózni. Az ott egy hátsó kijárat. Itt majdnem mindenhol vannak hátsó kijáratok. Házakon, üzleteken. Nem tudom miért. Itt ez a trendi. És az utcai forgalom. Gyógyászati segédeszköz cuccok. Vissza az autóhoz. Ezen a kellemes környéken. Csöves még nem jött vissza a szobájába, ahogy elnézem. Ezért nem borzalmas, ha vele gondoltok. Érzétek meg. És itt van egy insurance, egy progresszív insurance, itt működik, és ennek a kirakatába simán letáborozott a nyavajás. Hihetetlen. Na, mindegy, menjünk. Menjünk gyorsan haza. Megpróbálok minél hamarabb emberlakta környékre jutni. Ez nem az. Ennek a Valleynek, illetve a Valleyn belül ennek a kerületnek az a neve, hogy Venice. És ez, gyerekek, ez mindenhol arról szól, amit most itt láttatok az insurance-nek a kirakatába. Azaz erről. Igen. Rengeteg autó jön, mert persze autója az mindenkinek van. És most mindjárt csinálok egy U-turn-t. És irány haza. Húzzunk el innen, mintha itt se lettünk volna. Fitness, már látjuk a feliratot, fehér alapon a távolba, kék betűkkel. Jártunk egy darabig, de igazából az úszodája véget iratkoztam fel. De az úszodájában a víz rettenetesen, látjátok, itt van jobb oldalt ez az Ellie Fitness. De az úszodájában a víz
rettenetesen klóros volt, tehát szabályosan egyszerűen undorító. Marta az orromat, a torkomat, nem tudtam levegőt venni. Párszor voltunk, egy vagy két hónapot maradt ez a tagság fent, aztán gyorsan visszamondtuk, mert élvezhetetlen volt. Próbáltam néha kínozni magam ilyen gépeken is, de megmondom őszintén, nem az én műfajom. Pedig állítólag nagyon egészséges, hát nem tudom. Lehet, hogy majd egyszer még fogom csinálni, de addig erőt gyűjtök. Ez itt, mint a mellékelt ábra is mutatja, látjátok a mellettünk lévő sáv a bal oldalon, ez a Mazda. Ő kitalált, hogy ő nem áll be a sorba, és majd őt szépen valahol bekéreckedik. Ez egy ilyen kereszteződés, tehát a lámpánál nagyon sokan fognak jobbra kanyarodni, mint ahogy mi is azt majd szeretnénk csinálni, meg csináljuk is. És ettől tudok agyfaszt kapni, bocsánat a kifejezésért, amikor beállok a sorba, és mindig vannak ezek az idióták, és mindig van egy másik idióta, aki be is engedi őt. Tehát most én nem azt mondom, hogy tényleg csesszünk ki vele, meg lehet, hogy épp véletlenül fordult elő vele, de nem hiszem, gyerekek, ennyi véletlen nincsen. Egész egyszerűen mindenki rohan, túrja, rúgja föl a másikat, próbál érvényesülni, előre jutni, előnyt élvezni, szerezni. Sajnos ez a világ, ez már ilyen. Hát lassan hazaérek, elköszönök tőletek, nem történt ma semmi érdekes igazából. Hazajöttem a munkából, azt nézhettük végig, illetve elmentünk egy eléggé félelmetes környékre, a gyógyszertárba, beszereztem az antibiotikumot, amit írt fel az orvos, és most jöttünk hazafelé, hamarosan hazaérek. Elköszönök tőletek, vigyázzatok magatokra, legyetek jók, ha tudtok, nem muszáj. Aztán majd jelentkezem. Sziasztok!